A legutóbbi szegedi meccset követően Sitko Ernő szakmai igazgató csapata fegyelmezetlenségében látta a vereség okát, ezért a heti felkészülésbe beiktatott egy olyan mérkőzést, amelyen éles helyzetben lehetett gyakorolni. Játszottunk egy edzőmérkőzést a Tiszaújvárossal Tiszaújvárosban. Alapvetően nem is nevezném mérkőzésnek. A lényeg az volt, hogy olyan ellenfél ellen gyakoroljuk a játékainkat, akik nem ismernek minket. Egy picit talán próbáltunk önbizalmat szerezni, megpróbálni végigjátszani a játékainkat, és bízom benne, hogy ez majd az erősebb ellenfél ellen, a Körmend ellen is sikerülni fog. A Körmend eddig 5 győzelem mellett egy vereséget szenvedett a bajnokságban. A nemzetközi porondon is szereplő Vasiak egyik fő fegyverükként alkalmazzák a távoli dobásokat. Átnéztem a játékosaikat, 4-en dobnak 30% fölötti 3 pontos mutatót. Ugye ez önmagában sokat nem jelent, mert ha valaki egyet dob rá minden meccsen, vagy minden második meccsen egyet, akkor kijöhet jó statisztika. De sajnos nem így van. Olyan játékos, aki 5-5 próbálkozik egy mérkőzésen átlagban, 48%-kal dobja, a következő 42%-kal, tehát elég veszélyes lesz a csapat. A Körmend játékára mindig jellemző volt ez, hogy kívülről veszélyesek és nagyon sok 3 pontos dobnak rá. Ez gondolom így lesz most is, és a hazai közönség egy nagyon jó hangulatot fog varázsolni, de azért bízom abban, hogy ez a mi játékosainkat is fel fogja tüzelni. A forduló további párosítása a következő: Albafehérvár Pécs, Maft Szombathely, Kaposvár Szolnok, Kecskemét Atomerőműese, Jászberény Sopron és Zalaegerszeg Szeged. A Körmend Marsó Nyíregyháza mérkőzést hétfőn 21 órától láthatják a Kölcsé Televízió nézői.